Vendégünk Keresztes Ildikó, aki ma ünnepli a születésnapját. Nem törődik az évekkel, hiszen úgy sem hinné el senki, hogy mennyi idős lett. Boldog születésnapot! Nagyon szépen köszönöm, jó reggelt kívánok! Én ma akasztottam ki az egyik kolozsvári színész barátomat, aki megkérdezte. Tudom, hogy nem illik megkérdezni egy nőtől, de mennyi is lettél keresztes? Szóval, és elkezdett számolni. Hát én mondjuk olyan 46 körül, akkor te lehetsz olyan 43-44. Mondom, jó van, Lórika, akkor üljél le, fogockodjál jól meg. Igen, 53, na és akkor mi van? Szerintem erre büszkének kell lenni, mert aki így néz ki 53 évesen, az azért tud valamit. És biztos figyel is hát van. Hát ugye erről múltkor is beszélgettünk, de neked egyébként számít a kor? Tehát érzed azt, hogy mondjuk változol évről évre? Vagy mondjuk van olyan évjárat, amikor megállsz te is? Mondjuk 50-nél megálltál egy picit és körbenéztél magad körül? Vagy mondjuk pont ma lesz az időpont és az a dátum itt 8-án, amikor azt mondod, egy picit körbenézek, hogy mi volt. Ne, hát ma biztos nem nézek körben, nem érek rá, hogy körbenézek. Nem, hát az életem során voltak ilyen megállások, de az úgy történt, nem úgy, mint általában szokott, hogy valaki sokkot kap, hogy úristen 20 lettem, úristen 30, úristen 40, nekem ilyenek nem voltak, hanem inkább ilyen periódusaim voltak, amikor azt kezdtem érezni magam, hogy basszus, úgy öregszem, hogy úgy mindent látok, hogy változik. De amúgy nem érdekel, mert abszolút nem vagyok kompatibilis a korommal. Egyszer a Hernádi Júci mondta azt, hogy ő mindig 50 éves volt. Tök mindegy, hogy hány éves volt, ő mindig 50 éves volt. És én azt érzem magamon, hogy én tulajdonképpen megfordítom az 53-at, az 35, és én tulajdonképpen mindig 35 voltam. Én remélem, hogy 80 éves koromban is ezt fogom érezni. Hát azt nem mondom, hogy reggelente néha nem érzem, hogy az ízületeimet kicsit be kell olajozni, de az nyilván a sporttól is van, egy kicsit túl vannak veszélyelve, hogy így mondjam. Te is tettél egy vallomást, hogy mennyi idős vagy, én is teszek most egy vallomást, mi készültünk neked valamivel. Jaj, jó. A Brad Pitt. Mindjárt. Jaj, figyelj, majdnem, nagyon közel jársz, majdnem a Brad Pitt. Jó, szóval fogad, nagyon nagy szeretettel szépen. És akkor tovább lehullik a lepel, hogy kijöttem hozzád. Jézus Mária, Úristen! Jó reggel! Jaj, de imádlak! Hát ha van valaki, akinek bírom a humorát, de úgy, hogy végzetesen... Hát Istenem. Nagyon örülünk, hogy akkor eltaláltuk. Még! Itt van és aranyos van, szépen énekelsz. Garantálom, bárkinek megmondom, jó? Édikus, még tart a meglepetések sora. És hát, ugye, annyira meglepetés, mert olyan rég nem találkoztunk, és annyira imádom. Jaj, jó így benneteket látni, de azért ezt is szeretnék neked átadni, mert ezt sose tudod elfújni, ennek ez nagyon a lényege. Nagyon szépen, köszönöm is, ha magamra ejtem, mint a Körlex filmben. Egyébként. És mi is készültünk neked egy kis virággal. Dolák saláta, Robi. Jaj, de cukik vagytok, nagyon szépen, köszönöm. Boldog születésnapot. Na, gratulálunk. Érdemes volt fölkelni. Boldog születésnapot. Jaj, Istenem, nagyon szépen, köszönöm. Foglalj helyet. Üljetek le nyugodtan. Igen, csak mindketten használtok majd, légy szíves, a voice, adom, jó? Adom, tessék. Én átülök ide hozzád, mit szólsz? Én meg akkor átülök ide, mert végre akkor... De én beszélek nyugodtan a Robiért. Jó, akkor profik vagyunk. Na mit szólsz? Hát nem, majdnem a Brad Pitt. Jaj, de imádom! Képzeljétek el, hogy nem először van jelen a születésnapomon, és már jött nekem fellépni, persze nyilván barátilag, és nagyon... Hát nem, de... Azért nem. És letagadod azt a néhány százezer forint. Mit százezer? Milliók? Nekem milliókat érsz. Na. Nagyon örülök, mert nagyon-nagyon rég nem találkoztunk, és ez tényleg egy nagyon-nagyon kedves, de honnan tudtátok ezt, hogy nekem mi az egyik? Hát figyelj, igazából a mi Fem3-as szerkesztőink mindent tudnak. Mindent tudnak. Mindent tudnak, hát az ő dicséretük. Ugye szokták mondani. Így van. Viszont hogy állsz a meglepetésekhez, Ildikó, egyébként? Én szeretem a meglepetéseket. Hát nyilván rossz meglepetéseket, azokat nem annyira. De igen, szeretem. Van olyan most a születés, amire mondjuk vágysz, vagy vársz, és várod azt, hogy mondjuk ma megtörténjen? Már tudok valamit, ami meg fog történni, de még nem mondhatom el, és azt hiszem, hogy a többek között az lesz életem egyik legszebb születésnapi ajándéka, hogy így mondjam. Majd nyilván meg fogjátok tudni. De szeretem a meglepetéseket. Például az 50 volt ilyen, hogy ilyen abszolút meglepetés part. De nem akarsz úszni egyet? De szeretnék például úszni. Az meglepő. Robi, beszélj kicsit a kapcsolatodról a művésznővel, hogy hogyan alakult ki ez a kapcsolat, hogy lettetek jóban, mióta tart ez a barátság. Én mindent tudok. Szóval az a helyzet, hogy ő be volt futva, én is egy picit, és én tudtam, hogy ő jól énekel, ő tudta, hogy én nem vagyok normális, és ebből lett egyfajta
fúzió, tehát ilyen lelki fúzió. Tehát mindketten már figyeltük egymást, hogy ő mondta, hogy ott megy az, aki nem normális, én megmondtam, hogy hú, de jól énekel lesz. Na és akkor ebből, előbb-utóbb. Ezt tudnád mondani, hogy ugyanígy ezen a hangon, ahogy én ezt szeretem. Még valamit kérdezzetek tőle, hogy beszél nekem. Milyen gyakran szoktatok találkozni? Nem tudom. Azért is egy másik hangon szólaltam meg. Sejhaj, de nevér. Imádom, imádom. Ott volt például ezen az ikonikus 50-es születésnapon? Azon nem volt ott, de ott volt egy másik. A 40-esen például ott volt. Igen. Bizony. Igen, hát az... Teljesen mindegy, nem? Hát mindegy. Nem változtam semmit, nem? Mindegy. Ne vicceljél már, ne vicceljél már. Egyébként ne vannak olyan fix sztorik, amit mindig elmeséltek, amikor találkoztok? Például én azt elmesélem neki, hogy emlékszik arra, amikor egy bevásárlócentrumban találkoztunk. Tényleg? De mi volt akkor a lényege? Mert amnézia nővér vagyok azért. Semmi. Hát te az akkori volt férjeddel sétáltál, ha jól emlékszem. Az akkori volt. És én meg az akkori volt... Nem igaz. A mostani nagyon drága feleségemmel. Én is ismerek. Igen, nagyon jó fejaranyosak mondan. És akkor nem is tudom, megbeszéltünk valamit, és nem lett belőle semmi, nem? Abszolút. Hát ahogy De hogy kell nekem, hogy mondjuk meglátjátok egymást, és ilyen hirtelen mindent eldobtok, megörültök egymásnak, üvöltés van, kérdez, igen, szóval ő szerencsére szeretném már mondani, hogy az a típus, akit én szeretek. Én nem szeretem az ilyeneket, hogy szervusz. Nem szeretem. Szóval hogy kifejezi az, én egy picit, ahogy mondjam, így származásilag olasz vagyok, és én annak örülök, ha valakinek látom az arcát, egy szokás itthon, pláne én tudod, művészek, szervusz. De megörülök, komolyan mondom. Mint ilyen robot lenne, ő meg meglát, szia, na ez igen, ez a beszéd. Ildikó mindig ilyen volt különben. Hát én emlékeim szerint igen. De én szeretem, ha valaki emberszerű. Aztán utána ráérünk már. Lesz egy olyan pozíció, amikor lehet így lehet nagyképüsködni, így hanyat fekve. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Ildikó, külön köszönjük, hogy ezen a csodálatos napon eljöttél hozzánk. Majd nézd meg! És hát szeretnénk akkor ahhoz a jövőbeli dologhoz akkor sok sikert kívánni, reméljük, hogy akkor ma megtörténik. És... Nagyon szépen köszönöm, én erre nem is számítottam. Én annak örülök, őszintén, hogy látunk téged ennyire boldognak, ennyire mosolygósnak, és még talán... Legyen ilyen a napod, a heted, az egész éved. Az egész éved. Köszönjük szépen. Köszönöm, sziasztok. Sejhaj, de ne vész.